Yoga Vasishta és Ayurveda. Építkezés a tudat, építkezés a test szintjén, test öntudatosság. Most vasárnap van, egy nagyon jó kis, nagyon jó hangulatú ayurvédikus életmód és főző tanfolyamot tartottam nemrégiben Nagymákfán, és még mindig van egy kis finomság most vacsorára ebből az anyagból. Közben ma mostam egy kicsit, és az erős szélben már meg is száradt minden, úgyhogy itt bent már csak a kevés és nagyon kellemes átmelegedése történik csak a ruhának. Ma is történt egy-két változás a kertben. Most épp azért vagyok kint, hogy ellenőrizzem a tetőket, mert minden érkezéskor a legfontosabb dolog az, hogy a tetők állapotát ellenőrizzük. Van törött cserép, elmozdult cserép, ahol esetleg gondok lehetnének. Itt látok egy cserepet, ami elmozdult, azt majd cserélni kell, mert még repett is. Kitisztogattam az ereszeket is, és most már tudom gyűjteni a vizet, úgyhogy innentől kezdve már lesz ismét esővízgyűjtés. Jó, itt aránylag rendben van a tető, és akkor megyünk át a vendégfogadó pincehelyiséghez. Annak is a tetőt részét ellenőrizni kell. Nem sokára majd az ereszt is ki kell ott takarítani. Csak egyszerűen olyan hideg van, tehát éjszaka lehűl mínusz 6, mínusz 8-10 fokra is. Nappal pedig 6 fok van, és sokszor, ahogy van ez az átmenet, a mínusz és plusz között eléggé szeles az időjárás. És ilyenkor nincs az embernek kedve kijönni dolgozni. Hát, kicsit ki lett javítva, de már ez a javítás is eléggé gyengus. Bizony itt a tetőcsere már nagyon esedékes lenne. Gyűjtöm rá a pénzt, gyűjtöm, remélhetőleg majd tudok majd elég szponzor találni ahhoz, hogy ez az álmom is megvalósuljon ennek a tetőnek a cseréje. Jó, van, aránylag rendben vannak itt ezek a cserepek, nem lesz itt gond. Ez a lényeg, hogy a tél után az ember megnézze, mindig minden rendben van. Most ezt a fát is lemetszettem, a szárazabb ágakat, meg ami már nagyon-nagyon lelógott, majd ezeket is innen el fogom vinni a gyűjtő részbe. Megmetszettem ezt a fát is nagyjából, csak a fontosabb ágakat, meg ezt a nagyot. És a mai nap végig jöttem, és egy komoly pusztítást végeztem szegényeken, de most már muszáj volt, mert teljességgel rátelepedtek ezekre a fákra, és nem is hajtottak ágakat ezek ebbe az irányba. Itt annyira rálógtak ezek az ágak, úgyhogy ez
Idáig meg vagyok 3, 4, 5, 6 darab fával. És még van hátra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meg itt is legalább annyi, inkább 20, akkor az már 32, ezek a nagyok. Ebből is van még 4, 5, 6, ezek a kisebbek. Hát egy olyan 50 darab fával számolhatok, valamint itt hátul van egy nagyon jó kis vándorárnyék. Vándorárnyék fogadóm. Ezeket a fákat úgy szoktam levágni, az ágaikat, itt az alsókat, amíg elérem a lombvágóval. Így ez egy vándorárnyékot biztosítson körbe a területre. Itt van egy élősködő, ezt is le kell minden szedni, mert szívja a nedvet. Úgyhogy ezeket is majd meg kell menteni. Úgyhogy lesz ez bőven 50, meg még ezek a fácskák, meg kint, inkább 60-70. 60-70 lesz az a megmetszendő fa. És hát ahogy néztem, elég lassan haladok vele, mert az idő sajnos nem kegyes hozzám. Úgyhogy lehet, hogy még egy hetet kell maradnom, és még talán egy-két nap, tehát úgy tűnik, hogy Ekadasin mindenféleképp leszek, akkor nem is nagyon akarok túlzottan munkákba bocsájkozni, azt bőjtel töltöm, utána lesz Mahashivaratri, nem sokára, úgyhogy akkor pedig nagy virrasztásos éjszaka lesz. Azt megpróbálom nagy részt éberen tölteni, vagy legalább éjfélig, vagy egyik fennmaradni, és a védikus tudással foglalkozni. És utána meg lesznek a munkálatok, és remélhetőleg valamikorra csak be tudom fejezni ezeknek a csodálatos kis ágaknak, faágaknak a metszését, majd ennek is a kitisztítását. Aztán azt tervezem, hogy áprilisban, hogyha visszajövök, ezeket az ágakat levágom, az apró, vékonyabb ágakat, azok mennek majd be a víztározó környékére, ők lesznek alul a komposzt tálnivaló ezeknek a kis fácskáknak a táptalaja, illetve megpróbálom fogni bele a földet, hogy ne umoljon tovább be, és a vastagabb ágakat pedig majd összevágom méretre, valahol itt kívül tárolom, hogy száradjon egész nyáron, és ősszel pedig majd be fogom tárazni a határolóba. Érdekes mód most ezzel a nagy metszéssel, most nagyon sok fa anyag gyűlik össze, tehát relatíve nagyon sok fa anyag, és ez azért szintén nagyon jó, mert az önellátás minőségét legalább így kipróbálhatom, élvezhetem, hogy mennyi is az annyi, mennyi fa kell, és hát hogyha hátul, ha a terveim megvalósulnának, ugye amit már mondtam nektek, hogy hátulra szeretnék majd olyan barátokat hívni, akik itt szeretnének letelepedni, lenne egy olyan betonplac, amire egy kisebb 5x5-ös házat föl tudnának maguknak húzni, egyet, kettőt, hármat, és akkor
az az ő hétvégi házuk lenne. Persze, hogy ehhez kedvet kapjanak először, el kell jönni, élvezni kell a területet, ezt a vidéket, ezt a gyönyörű vasi hegyhátat, és addig itt van a pincehelyiség, tehát ebbe lehet majd lakniuk. És hogyha jön az ihlet, akkor itt a Dudás Jenő Zsolt Védikus Oktatóközpontban kaphatnak helyet. Tehát most még ez olyan emberek számára, akik már ezt kipróbálták, illetve megfelelően követik a védikus életelveket. Ajurvéda, Stapatya Véda és hasonlókat, azok számára ez nyitott, akik a meditáció, a jóga ösvényén elindultak, és hát remélhetőleg néhányan majd itt fognak tavaszi, nyári, őszi menedéket keresni. Közel van a stupa is, Zalaszántói stupa, tehát oda is lehet kirándulni, pár órás út, és aki buddhista tradíciónak a híve, az is tud töltekezni. Közben itt van ez a fúró torony, kútfúró torony. Ez ismét úgymond eladás alatt van, tehát remélem, hogy az idén el tudom majd adni. Ha valakit érdekel, szóljon. Egy kút kifúrása legtöbbször 3-400 ezer forint. Hát ennek is az ára annyi, úgyhogy ha valaki komolyan gondolkodik és szeretne két kutat is mondjuk a telkén, akkor már inkább érdemes ezt megvennie. És hadd ne mondjam, hogyha még fúr egy-két kutat, akkor utána már vissza is jött az ára másoknak, ugye. Jó, hát egyenlőre ez a történés most itt a Bükkfelé hegyen. Ja, még egy kicsit körbenézek, mert hát, hogy Fecó is lássa, hogy mik történtek a telkén. Közben mutatom, hogy itt, ahol ez a szövet van leütve, itt lesz a villanykaró. Tehát innen lesz az áram majd vezetve. Illetve ott elől is van egy... ilyen kis pózna, tehát innen is lesz valószínűleg áramvételezési lehetőség. Úgyhogy itt is lesz a villanypózna. Valószínűleg szeptemberben már ezek készen lesznek. És aki ugye itt letelepszik, az most már áramot is tud magának szerezni. Közben mutatom Fecónak, hogy így néz ki a területe. Gyönyörű szép virágok vannak itt, Fecó. Itt lehetne gyönyörködni benne, ha el tudná jönni. De hát majd jó az nyáron is, amikor azért csak jobb körülmények vannak. Most jó is, hogy nem jött, mert ebbe a hidegbe azért csak kényelmetlen. Nem lehet nappal se olyan jókat enni, beszélgetni, mint előtte. És akkor mutatom, hogy itt van a helyzet, itt a keresztnye alatt. Nézzük csak meg, milyen gyönyörű sírják itt. Mennyi gyönyörű szép virág. Virágos, ne